mixelés az egy bevett mozdulat a fitpet elkészítésénél. Mindent rázni kell. Így van. És akkor ezt fogom ráönteni. Adjál már! Jó, jó. Készen vagyok. Figyelemmel kísérik filmjeimet, írásaimat, gyakran szegezik nekem a kérdést, hogy miért nem forgatok, miért nem készítek filmet az ország általuk lakott szegletében. Hazánk nem túl nagy, de szerencsére vízterületekben igazán gazdag, itt talán egy élet is kevés lenne ahhoz, hogy mindegyikre eljussak. Most viszont örömmel mondom, hogy egy olyan régióban próbálkozunk Sipos Gábor barátommal, ahol még egyikünk sem horgászott. Nyugat-Magyarországon, az osztrák határtól alig 20 kilométerre, Hövely település határában, a Berek Horgászparkban vagyunk. A vízterület számunkra ismeretlen, de tudjuk jól, hogy a halfaunája igazán gazdag és változatos. Egyértelmű célunk, hogy a mai nap folyamán a tóban élő szép pontyok közül kifogjunk néhányat. Természetesen mindent meg is teszünk ennek érdekében. Örömteli, hogy már az első dobás halat adott. Nem túl nagy. Még nem tudom, milyen hal lesz, valószínűleg keszeg vagy kárász. Hamarosan a part közeléhez érve kiderül majd. Egy szép kárász. Mehet is vissza a hideg vízbe.
vízbeéréstől számítva 2 percen belül meg volt a kapás. Nem túl nagy hal, de hát most ezt dobta a gép. Nem kárász, hanem dévérkeszeg. Na tessék. Gábor kárászt, ott fog nénkeszeget. Ő is szépen megette a spécikont. Nem tudott neki ellenállni. Dévért fogta ez a cucca? Látod, ezzel mindenhol meg lehet fogni. Hihetetlen. Na menj utadra, barátom. Egyelőre úgy nézem, hogy mindegy, hogy milyen csali van fönt, a kárászok boldogan vetik rá magukat. Nagy horog, levegőpelet, és itt az áldozata. Egy újabb szép ezüst kárász. Sokaknak okoz problémát a különféle peletek repedésmentes felfűzése, mert vagy nem találnak megfelelő méretű vagy vékonyságú csalitűt, vagy egyszerűen nincs meg a megfelelő kézügyességük. A csalitüskétől egyszerű módszer a lebegő oldódó pelet felfűzésére úgy gondolom, hogy nincs. A megfelelő horogmérettel és a hozzáillő csalitüskével, tehát konkrétan egy 16 mm átmérőjű pelethez a 15 mm hosszúságú csalitüske ideális, ráadásul lent is tartja, le is súlyozza pontja a mértékben az aljzaton, hogy az karcolja a mederfeneket, de ugyanakkor halak könnyedén fel tudják azt szippantani. A nap pont szemből süt, annyira erős a fénye, hogy szinte nem látok semmit. Viszont, hogyha felveszem a plorét szemüveget, már is tökéletesen látom a támpontomat, ahova szeretnék dobni. Megvan. De sajnos még nem ponty. Hihetetlen aktívak a kárászok. Felcserélni nincs időm az egyik botot, már a másikat rángatja. Valami. Ez szép kárász. Látszólag teljesen mindegy, hogy spécikon vagy pelet van a horog mellé tűzve. Szinte mindent megesznek. Még reggel a horgászat megkezdése előtt Gáborra egyeztettük a stratégiát, amelyet általában ismeretlen vízterületeken szoktunk alkalmazni. Ez pedig nem más, mint hogy kétféle végszereléket használunk. Az egyik, az egy pellet féderkosaras végszerelék, melyet azonos helyre dobálva kiakasztott zsinórklipszel fogunk alkalmazni. Megpróbáljuk a halakat ide gyűjteni, egy helyre koncentrálni, és talán onnan kiválogatni a nagyját. A másik, az egy általán nagyon kedvelt Method Flat kosaras végszerelék, amelyel keresőhorgászatot fogunk végezni, és az általunk meghorgászható területet próbáljuk végigpásztázni. A Method Flat kosaras módszer... Őrületesek ezek a kárászok. Hűvös van, új a szél szemből, de fázni nincs időm, hiszen ezek a kárászok dolgoztatnak egész nap eddig. Ott tartottam az előbb, mielőtt megzavart ez a hal, hogy a Method Flat kosárba főként etetőanyagot teszünk, hiszen ez gyorsabban fejti ki a hatását, itt talán a keresőhorgászat során attraktívabb lehet. Miközben a bordás kosárba a Micro Method Feed pelletet tesszük, és nagy csalit tűzünk a csalitüskére, abban bízva, hogy a nagyobb halakat talán tudjuk koncentrálni. Most ez egyelőre megdőlni látszik, hiszen, amint látható, a kárászt nem tudjuk kiküszöbölni a pelet csalival sem.
Amiről még nem esett szó, az a metód módszernél használt csali, amely esetünkben nem más, mint a Haldorado spécikon. Ugye ennél a technikánál most a célunk nem a nagyobb halak kiszelektálása, hanem az, hogy ahová bedobjuk a végszereléket, az ott tartózkodó halat nagy valószínűség szerint meg is fogjuk. Jelen pillanatban erre a spécikonnál alkalmasabb csali nincsen. Gábor, hoztam egy forró teát, parancsolja. Parancsolja, Gábor, jól fog esni ezen a kora tavaszi napon ez a forró tea. Sikerült fognatok halat? Igen, fogtunk már, sok-sok kárászt fogtunk eddig. Termetesebb halat, pontyot még egyáltalán nem. Nem. Milyen etetőanyagot használtok, megkérdezhetem? Hogyne, alapvetően édes aromás eretőanyagokkal horgászunk. Lehet, hogy ez húzná a kárászt, vagy szerinted miért ennyire aktív most ebben az időszakban a kárász? Kisütött a nap, egy picit melegszik a levegő, és azonnal a legaktívabb lesz a kárász. Csapatokba jár, és nem engedi gyakorlatilag a nagy halat oda férni az etetőanyag köré. Szerinted ez ennek az időszaknak a sajátossága, vagy egész évben ennyire aktív, ennyire zavaró a kárász? A kárász az első hal, ami a legaktívabb, de nyáron szinte el is tűnik, nem is fognak ennyi kárászt, mint amit ti fogtatok. Mit javasolsz, hogyan tudnánk ebben az időszakban kiszelektálni a kárászokat, és végre egy-két pontyot is fogni? Hát ha én horgászni most ebbe az időbe, akkor azt tenném, hogy egy picit elmennék az etetéstől, egy picit távolabb horgásznék. Gyuri, ezt megtettük már azzal, hogy a metód szerelékkel tulajdonképpen körbe horgászok az eretés környékét. Igaz, hogy titkában van kapás, de az is csak kárász. Csak kárász. Következő javaslatom az lenne, hogy növeljük meg a csali méretét, növeljük meg akkorára, hogy a kárász szájában ne férjen be, csak a ponty tudja fölvenni. Ugye ez egy speciális időszak, most kezdett el melegedni a víz, a pontjaink is óvatosak, és lehet, hogy ezzel öngolt rugunk, mert a pontyot se fogjuk meg ezzel. Van én nekem egy tippem erre a nehéz időszakra. Voltam én már sokszor hasonló szituációban. Ezt úgy tudtam megoldani, hogy a fonott lágy horogelőkét lecseréltem egy félmerev monofil horogelőkére. Ehhez 28-as, maximum 30-as fluorokarbon monofil horogelőke zsinort használok, illetve eltávolodok a horogtól oly módon, hogy akár 2-3 cm-re is elhagyom a kisméretű csalit a horogtól. Ez arra jó, hogy amikor a kárász rászív, tehát próbálja ezt a kisméretű csalit felszippantani, ami simán beférne a szájába, de mégse fog neki megakadni, mert a horog kellően távol van tőle. Ugyanakkor, hogyha a ponty rászív, aminek ugye egyértelműen nagyobb a szája, és mégis ugye a kis csali az, ami ebben az időszakban fogós, akkor is, mivel mélyebbre tudja beszívni, nagyobb a szája, bele fog akadni. Mi erről a véleményed? Igen, ezt jó ötletnek tartom, mindenképpen megpróbálnám. Amit én még tudnék javasolni, használnék olyan csalikat is, ami ebben az időszakban nem szokványos. Tehát tennék föl esetleg erjesztett magvakat, tennék föl halibut pelletet, de látom, hogy ez is az. Amit még tudnék javasolni neked, ebbe a tóba nincsen vastag iszap. Levenném a könnyítést róla, beleengedném az iszapba a csalit, és ezzel is megneszíteném a kárásznak a dolgát. Jól értem, semmiképpen se használjak lebegő, kikönnyített csalit? Nem kell használni lebegő csalit. Aha, tehát lehet ez az egyik kulcs egyébként, hogy könnyen, gyorsan föl tudja szippantani a kárász, és ezért is fogjuk meg. Tehát akkor mindenképpen maradjon a mederfenékre leülő, süllyedő csali. Jól értem? Igen, itt maximum 10 centis lágy iszap van, nem büdös, és nagyon jól megtalálja benne a ponty, kitúrja ebből a csalit. Gyula, nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat. Addig kísérletezünk, addig próbálkozunk, amíg meg nem fogjuk a hőrejtott pontjaidat. Sok sikert! Lecseréltem a spécikont egy nagyon méretű csalira. Remélem ez már termetesebb halat fog adni.
a cseri váltás fog a különleges ízni. Meghozta a potyót? Az lesz szerintem ponty, elég jó húz. Oldalazik, megy oldalra, oda szépen be a sarokba. Ez az volt, amit kidobtál arra a szélébe? Az, igen, képzeld el. Hát a kereső horgászat, mindig a legmeglepő fejekkel jön meg. Így van, úgy örülök neki. Aha, lassan, komótosan mozog. Szép hal lesz, de akár mekkora is lesz, legalább már ponty. Így van. Mondom őszintén, nem hittem benne egyébként, hogy onnan oldalról fog jönni a ponty. De hallod, de hát... Nyílt vízbe víztam, és látod, hogy... De egyből az első dobás, hogy váltottál, ugye? Igen. Mi a csali? Kis halibut pelet? Igen, kemény pelet. Metodon felkínálva. Az ízválasztás mi? A szokatlan íz már is. Ott van, szép. Segítek neked megszákolni. Köszönöm. Szép tükrös. Szép potyóám. Hát ezt alá csaptad rendesen. Kavikám, megvan. Ez is megvan. Ügyes vagy. Tökéletesen akadt, szájszélbe. Ott van. Halibut peles pécikornal kikönnyítve. Nem fogadtam meg a dolgozat tanácsát, hogy ne könnyítsem ki, nem bírtam magammal. Te is rajta hagytad egy kicsit a pécikont. Nagyon örülök ennek az első pontnak, sok várakozás és még több kárász előzte meg, de hát a megfelelő csali váltás meghozta a jutalmát. Engedjük is vissza szegénykémet, hogy menjen. Nagyon boldog vagyok, hihetetlen, hogy meg tudja egy ponty hozni az ember kedvét. Tehát ismerjük a mondást, evés közben jön meg az étvágy. Úgyhogy vissza is teszem a nyerőcsalit, ami nem más, mint egy Black Halibut kárpelet, 8 mm-es, egy spécikonnal kikönnyítve. Nagyon könnyű ezt a csali variációt elkészíteni, hiszen a spécikonnal nagyon könnyű a munkánk. Egyszerűen átvezetjük rajta a fűzőtűt, utána jöhet a pelet, ami már fúrt. Hajszál előkébe beakasztjuk a kis kampót, és végül jöhet a stopper. Nagyon fontos, hogy amikor egy nehezebb csali is van a hajszál előkén, akkor használjunk alulra is egy gumiütközőt, amellyel fixálhatjuk a csali kombinációt, és is stabilan fog állni. Gábor javaslatára kötöttem egy olyan előkét, olyan hajszál előkét, ami rendesen eltartja a csalit a horogtól elég messzire, ahhoz, hogy a kárászok ne tudják ugye bekebelezni. Mint látszik, eredményes volt. Van. Itt a következő pontja, el se hiszem. Ugyanonnan az előbb, kidobva a part elé. Várni kellett rá azért sokat, mert egy 20 perc már benn van a csali. Látszik, hogy a kárászt teljesen sikerült kiszelektálnunk. A csali az ugyanaz, mint az előbb. Remélem a hal is hasonló méretű lesz, vagy inkább nagyobb. Egész télen erre a hangra vártam. Ciripelsen a fék. Azt hiszem most már megvan. Ez az. Ó, köszönöm az asszisztenciát. Újabb gyönyörű pontja szágba. Szép tükrös ez is. Tökéletes az akadás. Az alsó szájszélbe. Látszódik, hogy a csalit már kicsit megvan ázva. Tehát 20 percet kellett erre a halra várni. Hiába, mondás is úgy tartja, a jó pontot ki kell ülni. Újabb szép tükörpontot sikerült fogni a kárászbányából. Nagyon örülök neki. Igazán szép tavaszi nap ez. Sipikém, két ponty kifogásod van a véletlen műve. Mutasd csak, hogy csináltad, mivel fogtad? Mindent úgy csinálok, hogy megbeszéltünk. Igen, látom, a fokhagymás mandulási tönyög van a kosárban. Így van, ezen nem változtattam, viszont a meghorgászott helyen igen. Kimentem egészen oda a part szélébe, onnan fogtam mind a két pontyomat. Azt javaslom neked, hogy szerintem próbáld meg te is kijjebb egy picit. Ki tudja.
Hát, neked is milyen bejött. Távolságban, egy ilyen 40 méter maximum? 40 méter vagy? Körülbelül, igen. Mert te is még dobsz, nem lehet több 40 méterre, ráadásul, hogy a part egy olyan mennyit, 8-10 méterre dobhatsz ki? Kb. Ott ér feleket a gombót. Jó, ez egy hasznos információ, megpróbálom én is. Próbáld ki. Oké. Hajrá! Babi, halad van? Pontyom van. Nekem is. Szépen beleállt a bot. Amikor így begörbül mi. Megállt, mint hogy méltatlankodna, hogy ki az és mit akar. Halad, ez nagy darab hal. Még egyelőre nem tudja, hogy mi történt. Fú, halad, amikor az ember így végül egy, majd egy egész napot, és a kárászbányában, ugye? És végre megörbül így a bocspic. Nem dobtam messzire. Tanulva te példádból. Lehet egyébként, hogy itt a parcélében az a 40 méteres törés. Elképzelhető. Az az ígéretes. És szemből fúj a szél, ki tudja, hogy hova tolja a halat. Igen, ráadásul ránk tolja a szél is a halat. Halod! Ott a szél, jó. Lehet, hogy kicsi lesz ez a merítő. Megkérdezem a Gyulától, van-e valami komolyabb. Aha. Megérzt a part közelségét. Már kér a zsinort is. Ó, mekkora csátos tőponty. Kell a nagyobb méretű háló egyértelműen. Igen, kaptam egy ilyen szép nagy boilis merítőt, ebbe bele fog félni kényelmesen. Úgy, de szeretném ezt, hogyha szágba kerülne és megmutathatnám a kamerának, de már nem sok híja van. És... meg vagyunk. De szép tőponty. Na most már jó helyen van. Ez igen. A kis csali. A nagy ponty szájában. A nagy ponty szájában, ja. Szinte elveszik benne. Látszik, hogy volt már egy párszor horgon. Igen, megviselték a történetet. Idén még biztos, hogy nem volt. Csak sikerült kiválogatni a sok kárász közül. A zsákmány koronáját képező hatalmas gyönyörű pontyot. Erre vágytam. Gyors mérlegelés, fotózás, és már mehet is vissza a Bereg Horgászpark büszkesége. Már érkezett az igazság pillanata. Meg lesz az. Ugye a 10 kiló volt a cél. 10.54. Ez igen. Meg az idegy első 10 pluszos halam. Nem, az utolsó, az biztos. A közös munkánk eredménye, igaz? Igen, ez is. Gratulálok. Köszönöm szépen. Úgy de boldog vagyok. Imádom az apró finomságokat, amelyek egy végszereléket még tökéletesebbé tehetnek. Így aztán örömmel mutatom be a Guru Speedbeat névre hallgató hasznos kis segédeszközt, amely nem más, mint egy forgó és egy ütköző egyben. Ez egy olyan gyors kapocs, amelynek a segítségével nagyon könnyen lehet előkét cserélni. Ugye ez a tulajdonsága nagyon jó jön az olyan napokon, mint a mai is, hogy sokat kell variálni ahhoz, hogy eredményesek lehessünk. Be is mutatnám a működését. Így néz ki ez összetolva. Egy határozott mozdulattal el lehet választani az ütközőt a forgótól, amelynek az egyik vége kampós, így abba könnyedén be lehet akasztani az előkét, és az ütközőt rátolva fixálhatjuk ezt a kis szerkezetet, ami nagyon fontos, hogy nem tud egyszerűen kiakadni ez a kapocs, hiszen a kosár folyamatosan tolja lefelé a gumiütközőt, amely ezáltal rászorul erre a kapocsra. Hasonló műanyag kapcsokhoz képest annyi eltérés van ennél az eszköznél, hogy a belső része fémből van. Így aztán garantáltan nem törik el, és nagy halak horgászatánál is jó szolgálatot tehet.
kicsit fölgyorsultak az események így délutánra kelvén, nem? Igen, halak is megérezték a jó időt. Meg ugye mióta megvan a jó csali, jó technika. Talán ne is beszéljünk, hogy mennyire fontos ez. Ha az eredeti tervhez tartjuk magunkat, akkor már szerintem 100 kárásznál járna, nem kb? Körülbelül igen. De azért abba hagytuk 30 kárásznál, nem? Igen. Fegyenként. Na vajon tükrös lesz, vagy pikkelyes? Fogadni sem merek rá. Végre nem tükrös. Szép hal viszont, nagyon. Szép tőpont. 5 fokos víz is milyen küzdelmet csinálnak? Annak ellenére, hogy kora tavasz van, egyáltalán nem látszódik a halakon az, hogy megviselte volna őket a tél. Látszik, hogy a tógazda gondosan tartja őket. Csoda szép hal ez is. Halló, Csipi! Megint a parcelléből jött. Csak ott járnak ezek most, ja. Parcélén. Ez most abszolút nem egy távdobó verseny. Értelmetlen a nyílt vizen horgászni ma. Hozom is a merítőt. Ezzel nem kell annyit küzdeni, mint azzal a 10-es potyóval, mi? Nagyon szép színekben pompáznak a pontyok. Ennek egyértelmű oka az, hogy tiszta, kristálytiszta vízben élnek a pontyok. Nem véletlen horgászunk Kavicsbányatóban. Egy nagyon kellemes koratavaszi horgászaton vagyunk túl, de ami ettől sokkal fontosabb, nem csak hogy kellemes, hanem nagyon hasznos és tapasztalatokban gazdag horgászatot tudhatunk magunk mögött. Nagyon látványos volt, hogy ebben a hideg időszakban mennyire felértékelődik minden apróságnak a jelentősége. Gondolok itt a megfelelő csali választásra és annak a felkínálására, hiszen nagyon látványos volt, hogy egy ilyen egyszerű kis csali, mint a Black Hollywood Carpellet megmentette a napunkat. Olyannyira hatékonynak bizonyult ez a kis csali, hogy miután ezt kezdtük el használni, egyetlen egy darab kárászt sem fogtunk. A mai nap folyamán összesen 5 darab pontyot sikerült szágba terelni, és ezek között volt egy kapitális 10 kg feletti is. Hát azt kívánom mindenkinek, hogy legalább ilyen jó szezonnyitó horgászatban legyen részük, és ne feledjék, minden változtatás magában hordozza a siker lehetőségét.